bevezetjük végre a kerületbe és a közösségi költségvetést. A kutyapárt rendszeresen megpályáztatja kampánypénzeinek jelentős részét, és értelmes dolgokra költik a pénzt, nem úgy, mint a többi párt. Bevezetjük a közösségi költségvetést első körben 100 millió forintos nagyságrendben, amihez várjuk a pályázataitokat. Úgyis ti tudjátok legjobban, hogy mire lenne szükség a kerületben és a helyi közösségekben. A részvételiség egyik alapvető eleme volna, hogy a lakók beleszólhassanak, hogy az önkormányzat mire költi a pénzüket. A hegyvidéki költségvetésnek nincsen olyan része, amiben a lakók beleszólhatnának, akár úgy, hogy ötleteket küldenek, amiket szeretnének megvalósítani, akár úgy, hogy szavazhatnak mások ötleteiről. Igazságosabbá tesszük a pályázati rendszert a civilek részére. A hegyvidéki önkormányzat minimális támogatást nyújt a kerületi civil szervezetek működésére, minden évben 20 millió forintot. A beérkezett pályázatokhoz nem tartozik átlátható szempontrendszer, a pályázatokat nem szakmai zsűri bírálja el, és ugyanígy nincsenek elvárások a támogatott szervezetek felé, hogy a támogatásért cserébe valami fajta ingyenes programokat nyújtsanak a kerület lakóinak. Szeretnénk valóban támogatni a kerületi civil szervezeteket, ugyanis ők az alappillérei a helyi kulturális és közösségi életnek. Az eddigi gyakorlattal szemben a pályázaton átlátható pontozási rendszert alakítunk ki, és szakmai zsűri fogja elbírálni a kérelmeket. Elvárjuk, hogy a nyertesek a támogatásért cserébe valóban nyújtsanak valamit a kerület lakóinak. Ezeknek alapvetéseknek kellene lennie, de sajnos a hegyvidéki önkormányzat a mai napig nem így működik. A kerület kulturális életének fellendítéséhez szükség volna olyan kulturális és közösségi csomópontokra, ahol pezsgő élet van. A 12. kerület sajnos 16 év alatt egy sétáló utcát sem épített. Sajnos a kerület vezetése az elmúlt 16 évben egyetlen sétáló utcát sem alakított ki, holott a Böszörményi út tökéletes lenne erre a célra. Első lépésben a Királyhágó tér és a Kis János Altábornagy utca közötti szakaszon vezetnénk fel az autóforgalmat a sinekre, ugyanis jelenleg ennél jobb forgalomcsillapító megoldás nem igen létezik. Az autóktól visszanyert területet a gyalogosoknak adnánk, és végre lenne hely a szélesebb járdáknak és az új zöld felületeknek. Ettől az utca hangulata alapvetően megváltozhatna, hiszen teret nyerhetnének azok a vendéglátóegységek és kulturális közösségi terek, amelyeknek eddig nem igazán volt lehetősége megnyilvánulni a kerületben, továbbá új funkciókat kaphatnának azok a bezárt üzlethelyiségek is, amelyek jelenleg egyáltalán nincsenek kihasználva. Nyugalom, nem Buli negyedben gondolkozunk, hanem egy 12. kerületi Bartók Béla útban. Legyen sétáló utca a Böszörményi út! Kiszabadítjuk a helytörténeti gyűjteményt, és elérhetővé tesszük mindenki számára. Mikor az ember életében először és utoljára meglátogatja a Lóvasút végállomásánál kialakított kerületi helytörténeti gyűjteményt, akkor szomorúan tapasztalja, hogy ott egy dolgot nem talál, helytörténeti gyűjteményt. Miközben a Rád György utcában egy pincében komoly anyag halmozódott fel az évek során, csak erről elfelejtettek szólni a lakóknak. Mi ezt az anyagot szeretnénk feldolgozni és kiállítani. Élő közösségi tereket hozunk létre. Fiatal kezdő szervezetek számára beszűkültek a lehetőségek a főváros egész területén. A 12. kerület otthona lehetne új, kreatív, művészi kezdeményezéseknek is. Jelenleg Budapesten a Jurányi Ház tölt be egyedül ilyen funkciót, így évek óta nincs is szabad férőhelye. Hívta életre a Connector Inkubátorházat. Igazából a hiány hívta életre. Az a koncepcióit megint, hogy hogyan lehetne valahogy ezt a hagyományos értelemben vett közművelődési funkciót az önkormányzat részéről bővíteni. Már csak azért is fontos, hogy legyen egy hasonló hely a kerületben, hogy az önkormányzat sokkal nagyobb fenntartói szerepet tudjon vállalni, mint a kedvezményes bérlemények esetében, és teret adjon az önálló működésnek. A különböző méretű műtermek kedvező áron bérelhetőek. A bérlőknek egy évben bizonyos számú ingyenes program megvalósítását is vállalnia kell. A rendezvényterem a bérlők által egyeztetett órarend alapján ingyenesen használható, továbbá külső szereplők is tarthatnak benne előadásokat, illetve workshopokat, megfizethető óradíjért, vagy vállalástól függően, akár ingyenesen. Az inkubátorház részletesebb céljai. Kulturális és szociális projektek támogatása és befogadása. Közösségépítés és a környék kulturális életének fellendítése.
Közreműködés a kerület más ifjúsági, civil és kulturális szervezeteivel. Előadások, kiállítások, tréningek és szociális rendezvények szervezése a házban működő művészekkel, illetve szervezetekkel. Az aula és a színpadtér pedig külsős programok számára is nyitott.